Van egy pár ember, akikkel nagyon régóta kapcsolatban állunk, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk közelebbi és szorosabb együttműködést kialakítani velük, és létrehoztunk egy tiszteletbeli tagságot hivatalosan is az Egyesület alapszabályában. Ezért szeretném megkérni az elnökségünk nevében Farkas Juditot, Lantos Tamást és Sára Jánost, aki már itt van, hogy átadhassuk nekik ezt a számunkra megtisztelő, tagságot, és elolvasnám a szövegét, mert nagyon sokat gyököltünk rajta. Szóval oklevél Farkas Judit, Lantos Tamás és Sára János részére, akik életművükkel hozzájárultak a hazai permakultúra szemléletének formálódásához, ezért a Magyar Permakultúra Egyesület tagjai éves közgyűlésen tiszteletbeli taggá fogadták őket. Nagyon szépen köszönjük, és egy pár mondatot mindannyian szeretnénk, hogyha mondanának magukról, hogy igen, Judit. Akkor most ezt oda kell adnom. Fogni is lehet. Köszönöm szépen, amikor megtudtam, hogy ez az esemény lesz, és ilyen rész, én is részesen leszek, akkor nagyon-nagyon meghatódtam. Én bemutatkozom először is, Farkas Judit vagyok, a Pécsi Tudományegyetem néprajz kulturális antropológia tanszékének a docense, és több mint 10 éve foglalkozom az ökofalvakkal, és így kerültem kapcsolatba a Nagyszékellyel, Etelkárékkal és a permakultúrával is. Egészen pontosan 2009-ben valamikor nyáron volt egy találkozó, amikor én oda elmentem teljesen zöldfülűként, és ott szippantott magába ez az egész történet, azóta is tart. És a tiszteletbeli tagság terminusból a tiszteletbeli az egy nagyon-nagyon jó érzés. Mindenkinek kívánom. Na, én is nagyon megtisztelve érzem magamat, hogy tiszteletbeli tag lehetek. Csak pár mondat. A Bai Béla, azt hiszem, ő szervezte először az első permakultúra tanfolyamat, tudomásom szerint ott még együtt vettünk részt a 90-es években a Manödiknek nevezett intézmény helyszínén, ahol egyébként, ha ilyen emléket is mondhatok, még a Bélától kaptam meg a Bill Mollison nagy könyvét a permakultúráról, ingyen természetesen, mert vágyódtam utána, és látta rajtam. És hát aztán végig együtt dolgoztunk a Permakultúra Egyesület elődjével, akik a tagsága ma, és a Gyümölcsészeti Hálózat is, úgyhogy szerintem egy úton jártunk, egy cél felé közeledünk. Én inkább a gyümölcsök felé orientálódtam, és csak néhány szempontból különbözik az, amilyen gazdálkodást én végzek, attól, amit a permakultúrások végeznek. Köszönöm. Ennyi elég. Hát én vagyok a Sára János, aki sokakkal találkoztunk már. Na most én talán arról, nagy megtiszteltetés ez az egész, de arról beszélnek, mert sok itt a fiatal, hogy kezdődik egy ilyen. Na most amikor ez elkezdődött, akkor még nem beszéltünk permakultúráról, csak rácsodálkoztunk bizonyos dolgokra. Tehát én úgy hozta a sors, hogy az ország minden részében dolgoztam valahol, és mindent igyekeztem megnézni, ami számomra érdekes volt, vagy más volt. Mert én város környékén, megint sok városi ember próbálkozik, én is a város környékén nőttem föl, és akkor kikerültem vidékre, másik vidékre, harmadik, mindig más-más. Tehát az 60-as években még voltak parasztok, akik nagy varázslók voltak, mert nem mentek a TSZ-be, úgy termeltek, hogy ne lássák. Tehát egy permakultúrás elvekkel. Azt utána jöttek a 70-es évek, akkor már jöttek egyesületek, egyebek. Utána jött a kárpótlás, nekem is jutott egy darab föld. És akkor közben elmúlt ez a hosszú idő, nyugdíjba mentem, de már előtte elkezdtem néhány száz gyümölcsfát összegyűjteni. Először csak gyümölcsfát. Na most utána megint eltelt vagy 20 év, és most mi legyen a sok-sok gyümölcsel? Tehát itt jön a következő.
meg hogy a kistétel, az 7 hektár, ahol én próbálkozok, bárki eljöhet esetleg ötletekért, és ebbe a 7 hektárba meg is kell élni, és önfenntartás. Én ezt a szót használom mindenkinek, aki viszonylag kevés, és időnként lehetnek fölösleget. Ami, ha van energiája, megpróbálhatja eladni, de nem akarja a piac fölvenni. Lehetnek ismerősök, akik eljöhetnek segíteni, vagy lehetnek nagyon érdekes dolgok. Itt van a Gábor barátom, aki azt mondta, hogy a waldorfosoknak ajánljon föl, hogy min van, és majd ők választanak belőle. Na most innentől kezdve nem működik a dolog. Most azért nem működik, mert hogy azt le kell szedni, el kell vinni, és keresem azóta is a társakat, meg mindenki majd keresni fogja, mert hogy mi lett a sok almával, mire lett almatároló, meg minden, az erő fogyott el, vagy az erő lett kevesebb, és malachúst csinálunk belőle. Mi? Malachúst. Vegetáriánus malachúst hozzá kell tenni. Ezek törpe malacok, amik megeszik azt, amit más nem eszik meg, mert hogy ott is rohadt, komposztálhatnám, szó se róla. Megeszik a cseresznyelégy hernyóit, meg a többit kitúrják, rendbe tartják a kertet, meg én is rendbe tartom, tehát nem arról van szó, és 20 viszem a humusz befelé, meg a trágyát, meg a mindenséget, és cseresznyeéréskor, meggyéréskor találkozunk, mert tavaly is sok mázsa cseresznye ott maradt a fán. Megy, ott maradt a fán, és mondhatnám tovább, meg még a hűtőben ott van a som, és nincs, aki elpaszírozza, ügyes fiatal hölgy kezek, amiből lehetne még valamit csinálni, mert hogy a nővérem csinálta idáig, de a nővérem meghalt, és már nem fogja csinálni, de még a som mindig megvan. Tehát ez egy ilyen hosszú folyamat eredménye, és eljutottunk, hogy mindenféle egyesület próbálkozás van, szerte az országba, ez nagyon jó, és mindenki szeretné. Na most, aki már szerzett magának valamit, az nem jön, az még jöhet, aki nem szerzett magának, várom őket. Talán ennyi. És ott többet lehet beszélni róla. Köszönöm, kedves János, szeretnénk a szemlékbe adni, hogy folytassuk az együttműködést.